Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. augusztus 15-én este 7 órakor. Kezdünk! Nations Cup Hungary. Kerékpáros junior világkupa verseny Nyíregyházán. Iskolakezdés. Több kisgyermekes család részesülhet támogatásokban. Kutyamérgezés. A gyorsaság mindig életet menthet. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Újabb rangos kerékpárversenyt rendeznek a héten Vármegyénkben. Az ifjúsági korosztály legjobbjai érkeznek a viadalra. Nyíregyházán augusztus 17-én egy időfutammal zárul a kétnapos verseny. A negyedik magyarországi junior világkupát a Nations Cup Hungary viadalát augusztus 16-17-én rendezik. Az ifjúsági korosztály legjobbjai a két versenynap alatt 226,3 kilométer teljesítenek. A nemzetközi korosztályos sorozat immár a negyedszer látogat hazánkba, amely 2020-ban közel 100 év után rendezhetett ismét világversenyt a sporták történetében. Az elmúlt évek sikeres versenyei gyakorlatilag megalapozták azt, hogy alanyi jogon szinte automatikusan belekerül a nemzetközi versenynaptárba, most már az ifjúsági világkupa, de attól függetlenül ugye azért kell lobbizni, tehát más is szeretne versenyt csinálni, illetve a mostani helyzetben ugye nem feltétlenül a legkönnyebb előteremteni azokat a feltételeket, hogy az ember egy ilyen szintű versenytető alá hozzon, és ugye az ifjúsági világkupák között is ez rendhagyó olyan szinten, hogy még ezen a szinten is kevés az a verseny, ami egy ilyen szintű város, megyei jogú város, meg ilyen látványos etapokkal rendezi meg a versenyét. A Nations Cup futamain válogatottak, regionális és klubcsapatok vesznek részt. A magyarországi viadal két országúti mezőny szakaszból és egy egyéni időfutamból áll majd augusztus 16-17-én. Ehhez nagyon-nagyon fontos volt, hogy infrastruktúra fejlesztéseken menjünk keresztül, hogy a kerékpárút fejlesztések is nagyon sok kilométer, majdnem 90 kilométer szakaszunk van Nyíregyházán. Természetesen nem mondom a Nyíregyháza és Tokaj-Nyíregyháza közötti szakaszt is nagyon népszerűek. De biztosítanunk kell a versenyzőknek azt, hogy itthon is tudjanak nemzetközi sporteseményen részt venni. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség az elmúlt év végén módosított bizonyos szabályokon, a szervezők pedig ezt kihasználva egy 136,5 kilométeres szakaszt jelöltek ki Vásárosnamény környékén. A karaván Vásárosnaményból rajtolva a Gergelyugornya, Tákos, Csaroda, Beregsurány, Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd, Gergelyugornya körpályán 3 kört tesz meg, majd Vásárosnaményba visszatérve ér célba. Másnap két fél szakaszra kerül sor, délelőtt 86,3 kilométert abszolvál a mezőny Ibrány körül, konkrétan az Ibrány Nagyhalász Kótai Paszab Ibrány körpályát kétszer, míg az Ibrányi Kiskört ugyancsak kétszer teljesítve. Zárásként pedig ugyanezen a napon zajlik majd a 3,5 kilométeres egyéni időfutam Nyíregyháza belvárosában. A Szabolcsi megyeszékhely számos sporteseményházigazdája az idén. Ebben az évben 22 nagyszabású sportrendezmény van a városunkban, ez is ezek között van, de hát ez már a nyíregyháziak szívéhez nőtt, ugye negyedszer egymás után, meg hát a nyíregyháziak sportolnak is, bicikliznek is, de ugye elhangzott az atlétikai centrum, azért olyan nagyon komoly visszajelzéseket kaptunk, hogy a fedettpályás atlétikai országos bajnokság az idén is, tavaly is itt volt Nyíregyházán, először hozták el Budapestről, mert ilyen színvonalú atlétikai centrumunk épült. A versenyen a tervek szerint egy friss világbajnoki dobogós is rajthoz áll, a díjkiosztó pedig augusztus 17-én este a Kossuth téren lesz. Több kisgyermekes család vagy egyetemi hallgató részesülhet az önkormányzat iskolakezdési támogatásaiban. Idén utalvánnyal, tanszerekkel, bérletfinanszírozással, étkezési térítési díjkedvezménnyel, ösztöndíjakkal segít a város. A támogatásokat a rászorulók, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők igényelhetik. Utóbbi megállapításához az augusztus 1-i állapotot veszik figyelembe.
Napokon belül megtelnek az iskolapadok, így a szülők számára aktuális többek között a tanszervásárlás, az étkeztetés és az iskolába való eljutás kérdéskörei. Nyíregyháza önkormányzata több fronton tud támogatást nyújtani azon családoknak, akik arra rászorulnak. Első körben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 6000, illetve 6500 forintot kapnak utalvány formájában. Erre figyeljenek oda a szülők, mert augusztus 25-től 31-ig kézbesíti a számukra a posta. Aki nem kapja meg, nem veszi át, arról mi kapunk egy listát, és őket ki fogjuk értesíteni külön, hogy mikor és hogyan tudják átvenni. Ez nagyon fontos, ennek van egy olyan eleme, majd novemberben kapnak egy újabb utalványt, ez közel 800 nyíregyházi gyermeket érint. Nagyon fontos az ő számukra az iskola kezdésnél ez a segítség. Az alsó tagozatosok immár 9 éve támogatásként tanszercsomagot kapnak az iskola kezdéshez. A fedezetet az önkormányzat saját forrásából a 2023. évi költségvetésében biztosítja. Gyakorlatilag minden olyan tanszert magában foglal, ami az iskola kezdéshez, illetve az iskolában majd szükség lesz rá, tehát alig-alig kell kiegészíteni. Tudjuk, hogy állami vonalon itt az ingyenes tankönyvhez hozzácsatlakozik, tehát ez nagyon nagy segítség annak a közel 4500 gyermeknek, aki nyíregyházi címmel rendelkezik, és nyíregyházán jár iskolába. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 50%-os, a halmozottan hátrányos helyzetűek 80%-os bérlettámogatást kapnak a helyi autóbusszal történő közlekedéshez. Április 1-től bevezették az étkezési térítési díjtámogatást, mely elsősorban azon általános és középiskolai korosztály számára nyújt segítséget, akik egyéb módon nem részesülnek kedvezményben. Sokan valamilyen jogcímen nem fizetnek étkezési költségtérítést, például az óvodában a gyerekek 70-80%-a nem fizet az étkezésért, mert olyan magasan van megállapítva a jövedelmi határ, hogy beleférnek, hogy nem kell, hogy fizessenek. Viszont az a gyakorlati tapasztalat, hogy többen kimaradhatnak még ezekből is az iskolások, illetve az óvodások. Ő számukra a települési támogatáson belül egy külön kategóriát állapítottunk meg, ezt most teszteljük, most látjuk majd azt, hogy mennyien fogják igénybe venni. Tehát ez szintén egy nagyon-nagyon fontos támogatási kör, ami segíti az iskola kezdést. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához az augusztus 1-i állapotot veszik figyelembe. Aki úgy érzi, hogy rászorul a támogatásra, melyet a jövőre vonatkozóan igénybe venne, a jegyzőnél szükséges kezdeményeznie az eljárást. Érdemes végig gondolni otthon a családi helyzetét, a család helyzetét, és hogyha ehhez kell segítség, akkor a családsegítő központ, vagy éppen itt a okmányirodában található szociális ügyfélszolgálati iroda ad ehhez segítséget, hogy milyen fejtelei vannak ennek a kedvezmény igénylésének, és mindenkit arra biztatok, hogy ezt gondolja át és igényelje. Csak egyetlen példát hadd mondjak, az iskolaszünetekben étkeztetés, a nyári étkeztetés, a szünidő étkeztetés, ez mindenhez kapcsolódik. Tehát nagyon sok kedvezmény kapcsolódik ehhez, érdemes végig gondolni és igényelni. Jelenleg közel 800 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Ezt a kedvezményt a jegyző határozatban állapítja meg, de különböző időpontokban. Ha valakinek lejár, és még mindig jogosult, akkor kérje újra. Meg kell rendelni az utalványt, ki kell kézbesíteni. Itt ennek van egy csúnya szó a logisztikája, ezért az augusztus 1-i állapotokat tudjuk figyelembe venni, aki augusztus 1-én rendelkezett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel. A kisebbek mellett az önkormányzat rászoruló hallgatókért közalapítványa évek óta egyszeri, visszanemtérítendő támogatást nyújt a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló egyetemisták részére. A közalapítvány kuratóriuma minden évben 2 alkalommal tesz közzé felhívást a támogatás elnyerésére. Legalább 5 éve állandó nyíregyházi lakóhellyel, első diplomára irányuló hallgatói jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel rendelkezők, a családban egyfőre jutó nettó jövedelemtől függően pályázhatnak az egyetemisták. Ezen kívül a Bursa Hungarika ösztöndíj keretein belül egy évre havonta állami és önkormányzati támogatást kapnak a pályázatot elnyertek. Nyíregyházan az ösztöndíjra fordított keretösszeg 5 millió forint. A Nyír VV Nonprofit Kft. Tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy 2023. augusztus 16-án az időjárás függvényében a Tréner Kft. Légi úton 2477 hektáron szúnyog-imágógyérítést végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. A légi gyérítést a kora esti órákban naplemente előtt egy órával kezdik.
A földi védekezés 210 hektár területen ugyanezeken a napokon történik. Ennek során a füstölést melegköt képző berendezéssel végzik a késő esti órákban. Rossz időjárás esetén augusztus 17-én vagy 18-án történik a beavatkozás. A védekezésre használt szúnyogírtószer emberekre, melegvérűekre nem veszélyes, hatóanyaga rövid idő alatt lebomlik. A Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata alapján a földi és a légi szúnyogírtás esetén is a szabadban tartott gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, szabadban szárított ruhákat a kezelés előtt javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen lévő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Ezért a szúnyogírtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, továbbá rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket. A kutyamérgezés két leggyakoribb tünete a bágyadtság és az étvágytalanság. Ha ezeket észleljük négylábú kedvenceinken, minél hamarabb forduljunk velük állatorvoshoz. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Összeütközött egy rolleres és egy kerékpáros a Korányi Frigyes úton, a görögkatolikus templomnál kedd délelőtt. A rolleres nem sérült meg, azonban a biciklishez kihívták a mentőket, akik ellátták, majd kórházba szállították. Súlyosan megsérült egy rolleres gyermek a Derkovics utcai gyalogátkelő helyen kedd délelőtt, miután a zebrán egy jármű elütötte. Az elütött gyermekhez kihívták a mentőket, akik a József András Egyetemi Oktatókórház intenzív osztályára szállították. Két kerékpáros ütközött össze kedd délelőtt a Hősök terén. Személyi sérülés nem történt, azonban az egyik kerékpárossal szemben a rendőrök intézkedtek, mert egy másik személyt is szállított a kerékpáron. Két jármű ütközött össze kedd délután az északi körúton, a Városmajori csomópontnál. Személyi sérülés nem történt, azonban a belső sávot le kellett zárni a helyszínelés idejére. A kutyamérgezés két leggyakoribb tünete a bágyadtság és az étvágytalanság. Ha ezeket észleljük négylábú kedvenceinken, minél hamarabb forduljunk velük állatorvoshoz. Fontos kiemelni, hogy minden mérgezés és minden idegen tárgy akár életveszélyes problémát is okozhat, ha nem kezeli időben szakember az állatot. Egyes felmérések szerint minden második magyar háztartásban tartanak kutyát, négylábú kedvenceik száma meghaladja a 2,8 milliót. A legtöbben továbbra is egy állatról gondoskodnak, ami nem kevés feladatot jelent a felelős gazdik számára. Az állattartók kötelesek többek között a kutya szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgás lehetőségét biztosítani. Ide tartozik például a sétáltatás vagy a kutyafuttatók látogatása. Utóbbira Nyíregyházán rengeteg lehetőség van, többek között a Törzs utcán, a Szénatéren, a Robinson dombon és a Család utcán is. Sajnos időről időre hallani olyan helyszínekről, ahol valamiért nem látják szívesen a négylábúakat és megpróbálják megmérgezni őket, a leggyakrabban patkányméreggel. A kutyák különböző tüneteket produkálnak egy ilyen esetben, ekkor érdemes minél hamarabb állatorvoshoz fordulni. Általában a kutyusok a mérgezési tünetekre úgy reagálnak, hogy bágyadtság és étvágytalanság jelentkezik. Ezek az első tünetek, amit észrevehetünk, és hogyha ilyet tapasztalunk, akkor mindenféleképpen javasolt állatorvoshoz fordulni. A patkányírtószer úgy jut a kutyushoz, hogy esetleg véletlenül hozzákerül, mert szívesen elfogyasztják az állatok. Olyannal is gyakran találkozunk, hogy a gazdi nem tudja, hogy a garázsba, a kamrába régen ott felejtett patkányírtószer van, és a kutyus viszont észreveszi, kiszagolja és előszedi, illetve hát a szándékos mérgezések esetén is. Hogyha ilyen tapasztalunk, hogy a kutyus patkányírtószert evett, akkor érdemes azonnal elvinni az állatorvoshoz, hiszen 4-6 órán belül még meghánytatható a kutya, ezáltal a patkányírtószertől meg tud szabadulni. A gyomorba kerülő idegen tárgyak is hasonló módon étvágytalanságot és bágyadtságot okoznak, valamint hányást vagy véres hányást a kutyák esetében. Ekkor is javasolt minél hamarabb állatorvoshoz fordulni, akik egy röntgenfelvétellel tudják megerősíteni, hogy valóban megevett valamit a kutya.
Fontos kiemelni, hogy minden mérgezés és minden idegen tárgy akár életveszélyes problémát is okozhat, főleg ha nem viszik minél hamarabb szakemberhez az állatot. A gazdiknak azt javasolják az állatorvosok, hogy arra is tanítsák meg külön a kutyákat, hogy idegenektől ne fogadjanak el semmilyen tárgyat, ételt vagy jutalomfalatot. Gulyás Emil legújabb, közel 50 darab alkotásából nyílt kiállítása Móri Zsigmond könyvtárban. A fotó szemével tárul elénk Nyíregyháza régi és új arculata, Nyíregyháza ikonikus épületei, városrészei. A tárlat augusztus hónap végéig tekinthető meg. Gulyás Emil nyíregyházi fotós, egykori zrínyis diák évtizedek óta fotózza városunk emblematikus épületeit, amit évről évre megmutat az érdeklődőknek. A kiállítást Bodnárné Nagy Edit verssel köszöntötte, majd dr. Bihari Albertné, a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára nyitotta meg. 2018-ban Gulyás Emil a megyei könyvtárnak ajándékozott két fotót, melyen a múlt és a jelen, azaz a régi és az új könyvtárépület látható. A fotókat minden könyvtárba járó megtekintheti az előtérben. Maga biztosan győzött a bajnoki nyitányon az A Stúdió futszál Nyíregyháza csapata. Az élvonalbeli gárda a Pécs ellen nyert 4-1-re. Az együttes pénteken ismét pályára lép. Az újonc Pécs ellen kezdte a szezont az NB1-ben az A Stúdió futszál Nyíregyháza. A mieink korán vezetést szereztek Maneka révén, de érdekes módon a gól inkább a vendégeket pörgette fel. Vinosz egyenlített egy oldalberugás után, ám Lakatos László még az első félidőben ismét előnyhöz juttatta a mieinket. Fordulás után Kovács Róbert büntetőből növelte az előnyt, majd Kovács Gergő bebiztosította a 4-1-es győzelmet. A Nyíregyháza így megszerezte a 3 pontot a nyitányon. Örülök a 3 pontnak, hogy sikerült itthon tartanunk. Voltak jó periódusok a meccsen, amikor tényleg a mi akaratunk érvényesült. Utána belekerültünk egy kisebb hullámvölgybe, de minden nagyképűség nélkül mondhatom azt, hogy domináltunk végig és megérdemelt győzelmet alattunk. Majd a helyzet kihasználás, amire picit, hát hogy is fogalmazzak, mérges vagyok, nem tudtuk belőni, már a kihagyhatatlant is kihagytuk, tehát egyszerűen nem is értettem, na mindegy. Ezt majd megbeszéljük, gyakorolni fogjuk, és remélem, hogy a pénteki mérkőzésre ezzel már nem lesz ennyi galiba. Az elején az nagyon nehezen indult, ott sokat belehibáztunk, de sikerült rendezni a második fél időre a dolgokat, és szerintem magabiztosan győztünk. Dávid Rihárd számára emlékezetes ez a hét, hiszen a napokban született meg a kisbabájuk, a Pécs elleni meccsen pedig a születésnapját ünnepelte. Nagyon hálás vagyok a klubnak, hogy segített mindenben a kicsinek a születésében, illetve hogy elengedtek, hogy részese legyek ennek az élménynek. Igyekszem meghálálni természetesen itt a szezon alatt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdés volt. Van hova fejlődnünk, van mit javítanunk a játékunkon, de szerintem azon lesz mindenki a csapatnál, hogy ezeket az apró hibákat, amik ma mondjuk teszem azt idegességből, vagy egy picit az első láznak a hevében elkövettünk, ezeket a következő mérkőzéseket ne kövessünk el. Pénteken idegenben az Aramis ellen folytathatja a pontgyűjtést a stúdió. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Újabb rangos kerékpárversenyt rendeznek a héten Vármegyénkben. Az ifjúsági korosztály legjobbjai érkeznek a viadalra. Nyíregyházán augusztus 17-én egy időfutammal zárul a kétnapos verseny. Több kisgyermekes család vagy egyetemi hallgató részesülhet az önkormányzat iskolakezdési támogatásaiban. Idén utalvánnyal, tanszerekkel, bérletfinanszírozással, étkezési térítési díjkedvezménnyel, ösztöndíjakkal segít a város. A támogatásokat a rászorulók a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők igényelhetik. Utóbbi megállapításához az augusztus 1-jei állapotot veszik figyelembe. A kutyamérgezés 2 leggyakoribb tünete a bágyadtság és az étvágytalanság. Ha ezeket észleljük négylábú kedvenceinken, minél hamarabb forduljunk velük állatorvoshoz. Fontos kiemelni, hogy minden mérgezés és minden idegen tárgy akár életveszélyes problémát is okozhat, ha nem kezeli időben szakember az állatot. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!